az éttermek bezárnak. Csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. Hétfőn jelent meg a kormány oldalán Orbán Viktor videója, amelyben először beszélt a miniszterelnök azokról a korlátozó intézkedésekről, amelyek a járvány terjedésének megakadályozása érdekében születtek meg. Miután az országgyűlés kedden megszavazta az ezekről szóló előterjesztés, szerdán 0 órakor életbe is léptek a szigorítások. A legtöbbeket a középiskolákban és az egyetemeken bevezetett digitális oktatás, valamint az este 8 és hajnali 5 óra közötti kijárási tilalom érinti, azonban számos más olyan intézkedés lett hatályos, amelyek valamilyen módon megváltoztatják az életünket. Ezek egyike, hogy az éttermek bezárnak, szerdától már csak házhoz szállítva vagy elvitelre értékesíthetnek. Előbbivel tavasszal is sok vendéglátó egység próbálkozott több-kevesebb sikerrel. Ez egy nagyon komoly felkészülést igényel, és akiknek tavasszal nem sikerült, azoknak most ősszel, késő ősszel, vagy koratélen sem fog sikerülni, ugyanis itt autókkal kell rendelkezni, olyan melegen tartó ládákkal kell rendelkezni, mivel lehet, hogy egy közepesnél gyengébb kategóriájú étterem nem ilyen rendelkezik. Át kell állni teljesen egy új formációra, egy új gondolkodásmódra, több kollégát kell az adminisztrációba betenni, hogy ezek a rendelések ne csusszanak össze, pláne hogyha egy autóval megy a kiszállítás, de hogyha több autóval megy a kiszállítás, akkor erre is rá kell hangolódni. Tehát ez egy külön műfaj, amelyet még most tanulunk, akár mi is szállodások vagy éttermesek. A szakember azt javasolja, hogy a vendégek inkább kérjék személyesen elvitelre az ételt. A házhoz szállítás ugyanis rizikósabb, sok dolog jöhet közbe, ami a logisztikát nehezítheti. A szállodák éttermeire egyébként nem vonatkozik a korlátozás, noha ezek a helyek most már csak üzleti vendégeket fogadhatnak. Kribács András szerint kompromisszumokra épülő gondolkodásmód, együttműködés szükséges, mind a szakmabeliek, mind a vendégek, mind a kormány részéről. Utóbbi hatható segítsége nélkül, mint fogalmazott, nem fog működni. Az egyelőre 30 napra bevezetett intézkedések idejére már be is jelentette különféle támogatásokat az ágazat számára. Munkavállalói járulékokat, adónemeket talán így fogalmaz a rendelet, nem kell megfizetni, illetve a bérnek az 50%-át téríti vissza erre az időintervallumra a magyar állam. Aztán a következő 30 napot, vagy a következő 90 napot, vagy nem tudom mennyivel lehet majd ezt meghosszabbítgatni, hogyha esetleg szükség van erre, akkor ezt várjuk a fejleményeket, de tényleg ez még az elkövetkezendő 1-1,5 hétnek a gyakorlati alapján fog majd eldőlni, illetve az, hogy milyen gyorsan kap majd a szektor segítséget, ugyanis hát ez a szektor megint az, ami elsőként csújtott a COVID-19 második hulláma miatt. Nagy a veszélye annak, hogy komoly lemaradásba kerül a hazai vendéglátás, például Ausztriához képest, ahol a vendéglátó vállalkozások elesett jövedelmének 80%-át, a munkavállalói béreknek pedig 100%-át téríti az osztrák állam. A gasztronómiai szövetség elnöke szerint nálunk is a javaslatok között szerepel, hogy a kiszállított és elvitelre készült ételek áfáját 5%-ra mérsékelje a kormány. Szavai szerint ez is szükséges lenne ahhoz, hogy legalább a közép-európai versenytársakhoz képest ne kerüljünk hátrányba.